hogy egy picit lejjebb legyen lejjebb szedve a szintcsipén, az egy picit jó. És akkor gyakorlatilag akkor 206 négyzetméterre, akkor mi hozunk szárazság tűrő, picit napfénykedvelőt, vagy félárnéki évelőket, díszfőket vegyesen, amiket elmondhatok azokat. Hozunk 5 darab ilyen Antoni Valderet és 1 darab babér megyet, és hozunk minden tápanyagot és ekkora területre fodarálékot, jó? Megfogjuk a növényt, így ügyesen, megnyomkodjuk ugye a konténer oldalát, hogyha nagyon a gyökér az átjött esetleg a konténeren, akkor le lehet vágni, vagy le lehet metszeni. Kiszedjük így ezt a vegyőkereselő konténeres anyagot, behelyezzük a ültetőgödörbe, és utána szépen ráhúzzuk ide fölött. Remek lehetőségnek tartom ezt a programot, mivel ugye, hogyha Nyugat-Európába elmegyünk, ott gyönyörű szép kertek vannak, látszik, hogy az emberek ápolják, van egy kultúra, és így lehetőség van arra, hogy ezt a kultúrát, ezt a szemléletet itt a budapesti lakosok közé, jelenleg ugye zuglói lakosok közé elhozzuk. A tájépítészként nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a környezetünk az hogy nézzen ki. Nekünk ez a fontos, hogy sajnos az embereknek mindig erre itt a legkevesebb pénzük. Úgyhogy ezért nagyon jónak tartom ezt a programot. És a házban is mindig annyi probléma van, hogy mindig ez a legutolsó. Köszönöm még egyszer a háznak, hogy ilyen szépen előkészítették ezt az útokon, illetve ezt az előkerti részt, és én szeretném bátorítani önöket, hogy tudom, hogy itt az Egressy út elején nem olyan könnyű a helyzet az útfronton, de amennyire lehet azért ápolják a kinti részeket is, illetve ha beadják újra a pályázatokat, akkor a tavasziban esetleg az útfronton is valamit lehetne csinálni. A szerszámokat a Fiskars biztosította. A növényeket a Borhi kertészet szállította. Az utcafront építéshez szükséges díszköveket és kiegészítőket a Decostones biztosította. Együttműködő médiapartnerünk az edenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzózugló.hu oldalon.